a királyi kastély előkertjében állították fel Ferenc József fehér márvány mellszobrát július 7-én. A szobrot dr. Martin Makura és családja ingyenes használatra adták Gödöllő városának, hogy az Erzsébet királyné által szeretett kastélyba kerüljön. A szobrot 1917-es avatásakor IV. Károly király leplezte le, a mostani gödöllői rendezvényen IV. Károly unokája, Habsburg György és Markus Habsburg Lothringen vállalta ezt az ünnepélyes feladatot. A leleplezést követően Markus Habsburg Lothringen Ferenc Józsefre emlékezett, majd Habsburg György mondott beszédet, melyben kiemelte, nagy örömmel kíséri figyelemmel a kastély fejlődését, ami kiállításaival egyre közelebb viszi a látogatókhoz a történelmet. A szobrot Szecsődi Péter kanonok plébános és Szász Csaba atya szentelték fel, majd Gémesi György polgármester mondott köszönetet a szobrot adományozó Makura családnak és Varga Árpád kőfaragómesternek, aki a Magyarországra szállítást követően felújította a művet.